Tartalékosabb összeállításban lépett pályára a Nyíregyházi Kosársuli a Szeged otthonában, a HEP kupában, hiszen a kulcsjátékosokon kívül a juniorok között szereplők sem voltak ott a csapatban. Ez is nehezítette Farkasinszkiné lányai dolgát, illetve az is, hogy a Szeged meglehetősen jól teljesít idén, az amatőr női NB1 zöld csoportjában a második helyen állnak. Ennek ellenére az első negyed végén még csupán egy ponttal 20-19-re mentek a hazaiak. Egyértelműen látszott, hogy magassági fölényben voltak, rutinban voltak minden tekintetben. Itt elsősorban az volt egyébként csak a kérdés, és az volt a lényeg, hogy egyáltalán egy jó mérkőzést játszunk, tehát hogy nehogy úgy jöjjünk haza, hogy esetleg ezeknek a gyerekeknek ez egy törést okozzon, vagy esetleg úgy jöjjünk haza, hogy na hát, Istenként mi is történt ott, de hál' Istennek nagyon jól játszottunk, nagyon jól pörögtünk, főleg az elején. Aztán azonban egyre nőtt a különbség, végül 75-59-re összességében megérdemelten nyert a Szeged a tisztességesen helytálló nyíregyháziak ellen, akik így búcsúztak a HEP kupa további küzdelmeitől. Egy icipicit a második félidő vetett vissza, amikor egy 2-3 zónát váltott az ellenfél. Ott ugye nem voltak meg azok a stabil, masszív benti center játékosaink, akikre ugye szükség lehetett volna. A kinti dobásaink pedig nem mindig úgy sikerültek, hogy azt mi elképzeltük. De én úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk, minden negyedben partiba voltunk. Egyedül ez a harmadik negyed volt az, amikor egy kicsikét úgy döcögött a szekér, de szerintem nagyon becsületesen, tisztességesen helytálltak a lányok. Én úgy gondolom, hogy a Szegedet kikapni ebben a szituációban ez nem volt gond és probléma. A kosársuli játékosaira most sűrű napok várnak, ugyanis egymás után két mérkőzést is játszanak a bajnokságban. Előbb szombaton a Kecskemét lesz hazai pályán az ellenfél, majd hétfőn egy elmaradt mérkőzést pótol a nyíregyházi csapat Miskolcon.